Életpályamodellt vezetnek be a rendészetnél, ami a munkatársaknak magasabb alapfizetést, szakmai előmeneteli lehetőséget és teljesítményarányos bérkiegészítést jelent, jelentette be Kréza Ákos polgármester a Miskolci Önkormányzati Rendészet évértékelőjén. A szervezet igazgatója beszámolt a tavalyi év munkájáról. Kovács László Csaba elmondta, hogy 2018-ban több mint 63 ezerszer intézkedtek munkatársai, és 680 millió forintból gazdálkodtak. Idén ez az összeg 760 millió forintra nő. Tavaly április végén egy idős embert raboltak ki a Szent Anna térnél. Több száz utas között vette észre a rablókat a rendész. Májusban pedig a térfigyelő kamerák felvételein látták a rendészek, amint kifosztottak egy embert. A ruhájuk alapján ismerték fel a gyermekvédelmi intézet lakóit. A gyors intézkedésnek köszönhetően a rendőrök 24 órán belül elfogták a fiatalokat. Tavaly 63 ezer esetben intézkedtek a Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársai. Több mint 250 helyszíni bírságot szabtak ki, és csak nem 400 feljelentést tettek köztisztasági szabálysértések miatt. Küldetésünk, hogy városunk szolgálatában biztosítsuk a közbiztonságot, köztisztaságot, és nyugodt mindennapokat. A Miskolci rendészet munkatársai csaknem 156 ezer ember biztonságát felügyelik. A rendészet tavaly 680 millió forintból gazdálkodott. A 160 munkatárs 63 ezertől is több ügyiratot dolgozott fel. Elindult a zöld kommandó, a belváros rendjének kiemelt ellenőrzése, és egy drónt is vásároltak. Olyan ügyviteli rendszereket kellett bevezetnünk, alkalmaznunk, ami igényelte azt, hogy az ezzel foglalkozó munkatársi létszámot is növeljük, tehát ezért változott arányában a gazdasági ellátási és ügyviteli HR szakterület, valamint már készülünk az operatív műveleti központnak a beindítására. Hubay György országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy Kréza Ákos 2013-ban először az országban egységes városi biztonságpolitikai programot dolgozott ki. Ennek az egyik legfontosabb eleme az önkormányzati rendészet létrehozása. Sikerességét mutatja, hogy számos város érdeklődik a miskolci modell iránt. Országosan elsőként itt valósult meg, és azóta is folyamatosan napi szintű rendőr-rendész közös gyalogos közterületi járőszolgálat. Mint ismert, 300 térfigyelő kamera képének figyelése történik a Mérnél. Ez 2019-2020-ban 900-ra emelkedik a Modern Városok Program fejlesztéseinek köszönhetően. Kréza Ákos polgármester az évértékelőn azt mondta, hogy a biztonságos Miskolc megteremtéséért már évek óta nagyon sokat tesznek. A munkánk elején leszögeztük, hogy rendet szeretnénk a köztereken. Megszüntetik a nyomortelepeket, rendet tartanak a lakóközösségekben, és a fészekrakók által előidézett áldatlan állapotokat is felszámolják. Ehhez először az állományt kellett felépíteni, majd a kapcsolatrendszert. A rendészet ma már együttműködik a rendőrséggel, a polgárőrséggel és a társszervekkel. Évről évre egyre több fejlesztést is megvalósítanak. Most egy újabb lépést is bejelentett a város polgármestere. Bevezetjük az életpályamodellt, amely a rendészetre jelentkezők számára más jövőképet tud adni, mint amit eddig. Magasabb alapfizetéssel, látható előmenetellel, illetve bizonyos teljesítmény arányos bérkiegészítéssel. Az állománygyűlésen elismerő okleveleket, ajándékokat adtak át a rendőrség és az önkormányzati rendészet munkatársainak. A közös közterületi járőrszolgálati kiemelkedő munkájuk elismeréseként.